Meséljen arról, hogyan képes csak úgy kiemelni valakit a tömegből, és egyszerűen lelőni. Hogyan képes lelőni egy ártatlan embert? Ki ártatlan? Hogy ártatlan, Wayne? Maga az? Én ártatlan vagyok, igen. Gyilkosságban legalábbis. Szerintem te is ölsz. Isten minden teremtménye gyilkolt számtalan formában. Vedd csak a vadont. Az egyik faj elemészti a másikat, mi pedig az iparral kipusztítjuk az összes fajt és a vadont. Csak ezt civilizációnak hívjuk, nem gyilkosságnak. A legtöbb ember hát rászolgált a halálra. Miért? Miért szolgált volna rá? Azért, mert mindenkinek a múltjában lappang valami undorító titok. A legtöbbjük már halott, csak arra vár, hogy kiteljen a sora. És itt jövök én, a sors küldötte. Csak a magvak halhatnak meg maguktól, mert amint a földre hullanak, új élet sarjad belőlük, és gyümölcsöt hoznak. Ha jól fejtem meg az elméletét, akkor mindenkinek találkoznia kellene egyszer egy tömeggyilkossal, így gondolja? Tudja, a farkas sem tudja, hogy ő farkas, a bárány sem, hogy ő bárány. Isten tette őket azzá. Tehát azt mondja, hogy a világ ragadozó. A farkas megeszi a bárányt, és ez azért van így, mert a bárány ideje kitelt. Tehát az egész liberális lószar a gyengék megmentéséről csak felborítja a természet egyensúlyát, és túlnépesedéshez vezet. Lehet, hogy igaza van, Miki. Nem hiszem, de lehet, hogy igen. A vállalatok fenevadak, az ipar fenevadjai, nukleáris fenevadak, az élet küzdelem. Én csak tudom, hiszen láttam, amikor a szar elöntötte Granadát. Ott voltam, láttam, hogy omlik össze Granada. Szóval, Miki, bánja-e bárki, úgy értem, a maga 50 halottját a 3 hét alatt? Nem nagy ügy, Miki. 52, de nem akarom megbánni. Csak az érzelmeim vesztegetném. Csak éles sajnálatot valaki iránt. Igen, az indiánt talán a végén nem kellett. Rossz! Ő volt az egyik utolsó. Csörgőkígyókat tartott a kunyhójában. Csörgőkígyót? Mint mások macskát. Ő meglátta. Mit látott meg? A démont. Ő meglátta a démont. A démont? Milyen démont? Mindenkiben lakozik egy démon belül. A démon itt van veled. A gyűlölet táplálja. Az erőszak, a gyilkosság. Belekapaszkodik a félelmedbe és ellenet fordítja. Így csak a legerőszakosabbak maradhatnak életben. Valamennyinek a falak között nagyon jól a fejébe verték, milyen söpredék vagyunk. Ebből aztán egyenesen következik, hogy muszáj rossznak lennünk. De aztán az indián után elhatároztam, hogy nem örök többé. Az öreg örökre elvette a kedvemet. Mi történt? Mindenki követhet el hibát, tudja. Segíteni akart nekünk meg minden. Befogadott. Aztán jött egy álom, amit nem láttam gyerekkorom óta. Rohanok egy csomó éjjel állat közt. Nyúlurfi. Véres a fogam. Cilinderben. Rám tört a bolondóra, és én csak rohanok. Mint az a nyúlurfi. Már felzaváltam minden állatot az erdőben. A halál. Már csak a halállal törődöm. Mert reménytelen számomra az élet. És tudja, mi reménytelen, Wayne? Azt hiszem, ez az egész csak illúzió. Nyúlurfi szerint az, hogy gyilkolok. Az, hogy gyilkolok. Többet ér, mint 1000 ima. Őrült vagy, haver. Wayne, nem hinném, hogy nálad őrültebb lennék. Mindössze csak végletes ember, fekete vagy fehér. Ez a fényes felem. Mel! Nézd csak az árnyékod a falon. Figyelj! Senki sem hagyhatja el az árnyékát. Tudod, az egyetlen dolog, ami legyőzi a démont, a szeretet. Ezért Meloria megváltom. Megtanított szeretni. Megbocsátok, kedves. Igen. Ez olyan volt, mintha bevezetett volna az édenbe. Csak szeretet ölheti meg a démont. És most reklám.